akkor kedves barátaim, ahogy az utóbbi időben egyik másik filmemben nyomokban tartalmazott arra való utalást, hogy a megnövekedett hasméretem miatt biciklire váltok hétvégenként, és a környező településeket bejárom. Hát most éppen Tihany került sorra. Itt vagyok a tihanyi úgynevezett falukikötőben. De azért falukikötő, mert még hajós voltam, Tihanynak három kikötője van, és úgy különböztettük meg őket, hogy a tihanyi falukikötő, tulajdonképpen ez a személyforgalmú kikötő. Ezen kívül van a mindenki által ismert kompkikötő, vagy rév, illetve ma már csak szájhagyomány útján terjedő és ismert talán a tihanyi halászkikötő, amely már ebben a formájában nem létezik, mert a helyi egy jogkikötő van. Tehát akkor most ide bicikliztem, hát a szuflám bírja, akkor még fölmegyek a templomhoz, de hát majd ki fog derülni, hogy bírta a tüdőm meg a lábam, mert akkor innen folyt köv. Filmezhettem volna, de nem filmeztem, hogy ez egyik új, rendkívül jól kinéző és ugyanilyen mértékben unpraktikus új kompa jöttem át Szántódnál, de hát az nem az én feladatom minősíteni ezt a kompot. Jó, nem is szólok róla többet. Gyönyörködjünk a tájba. És ott az én biciklim. Eddig nagy megelégedéssel tekerem, immárom 3 hónapja, és folyamatosan fejleszgetem, teszek rá ezt, azt, azt, hogy még kényelmesebb legyen az amúgy számomra, még annyira azért nem magától értetődő kerékpározás. És akkor ott a távolban füred, azt ma kihagyom azért. Aztán csopak. Aztán valahol Alsőrs, Almádi, és így tovább. Talán a tüdőm is a helyén marad, mire fölérek a tetejéig. Most már nem sok van vissza. Tisztára, mint a bucsúba. Tihanyi visszhangpont, ahol pont visszhang nincs. És akkor győztem. Itt van az apátság. Lent a Balaton. Nini, ott egy eltévedt komp. Mit keres az ott? Ő tudja. Távolban Siófok. És ott van lent a úgynevezett falukikötő, ahol a filmem kezdődött. Onnan jöttem fel. És megyek tovább a apátság felé itt a sétányon. Immáron teljesen a tövében az apátságnak. A sekrestyel is takarja a tornyat. De nem az a lényeg, hanem a panoráma. Illetve a háttérben szóló Charlie utánzat élő zenében. És megint a falukikötő, más perspektívából. És a távolban is ott a eltévedett komp. Yeah.
És akkor itt állok teljesen a bejárat előtt az apátságnak. És amit sosem gondoltam volna, mert hogy nem jártam itt. Itt a bejárat előtt megállok, elfordulok délre, és ott a távolban lehet látni a Kőrös-hegyi völgyhidat. Megpróbálok ráközelíteni. Tehát ott a völgyhíd is. Hát itt majd szépen leereszkedek. Ott a belső tó, még utoljára. És elkezdek a Tihanyré felé pályázni. Ami a dologban a legmegnyugtatóbb, hogy döntő többségében völgynek kell menni. És akkor megkezdtem az ereszkedést lefelé. Ha ezt a filmet látjátok, akkor nem dobtam már sem magamat, sem a kamerát. Behajózás, kompra. Nincs is sok biciklis, ahogy elnézem, vasárnap délután. Az a kis fehér pöttye távolban, a Tihanyi apátság, ott voltam kb. Másfél órával ezelőtt, és immáron itt van az egy kis fatornyos falomban. Hát akkor immáron hazaértem fatornyos kis falumba, most már csak a partról kell föltekernem. Hát nem mondom, hogy nem fáj a popom, de azt hiszem, hogy megértem. Hogyha olyan lesz a reakció, akkor utána is készítek filmeket a biciklitúráimról. Ha meg utálattal nézitek, azt úgy is jelzitek, és akkor többet nem fogok feltölteni. Köszönöm a figyelmet!